Sziasztok, daráljunk! Ma két pályát fogunk bezúzni. Sajnos nem azért, mert annyira élveztem őket, hanem mert az első az végvihetetlen. Úgyhogy hozzácsaptam még egyet, hogy ne legyen olyan rövid a rész. Hát, sajnos az a pálya sincsen a toppon. Na jó, majd meglátjátok. Kezdjük az elsővel, Blue Sky készítette, és az a cím, hogy új évi Adventure Map, meg egy liter water. Mindjárt két verzióját küldte el a pályának, 1.7.10 alatt és felett, teljesen fölösleges, nem kell minden verzióra megépíteni, megcsináljátok egyre, kiírjátok, és onnantól kezdve a játékos dolga, hogy most azon játszik, vagy szenved. A másik, hogy kifejezetten azt kérte, hogy 14W26C verzión indítsam el. Ez ugye Snapchat, én nem javaslom, hogy Snapchatra építsetek. Ezek ugye ilyen tesztverziók, ideiglenes, jobb esetben jövő héten már másikon, általában több hiba van rajta, szóval nem. Olyan igényesebb, természetesen igényesebb, hogyha végleges verzióra készítitek a pályát. Egy berendezett lakásból indulunk, három irányból köszönnek ránk a táblák, hogy hello. A falon, ami szabad hely van, ott fákja van, kész, túl sok, egyszerűen túl sok. Nem dizájnos, hogyha így telehányjátok a falat, néha kevesebb is több. Nem félreérteni. Egy cuccok feliratú láda, ami tényleg tele van mindenféle tárgyakkal. Nem tudtam, hogy mire van szükségem, úgyhogy kiválogattam azokat, amikre valószínűleg majd lesz. A láncinget nem oroszlánoknak találták ki. Könyvek feliratú láda, tele könyvekkel, mert ez is szörnyű, de majd figyeljétek a benne lévő tartalom elrendezését. Szabályok című. Szabályok, játsz békésbe, csak akkor ragd át magad más nehézségi szintre, az tábla mondja. Ne tör blokkot, csak a szivacsot és a sárga gyapjút. Ne csalj, ne addold vissza a cuccokat, melyek elvesztek. No spam point. Az utolsót lefordítom azoknak, akik nem tudnak angolul. Ne használd a spam point parancsot. A másik oldalon no game rule keep inventory. Magyarul ne használd a game rule keep inventory parancsot. Nem mondok semmit. Érdekességek című, a pályán 10 000 reston cucc van, ez mind kézzel épült, rengeteg óra van benne, dátumot is írt, sőt a befejezésnél órát, percet is, ezt még az e-mailben is kiemelte, úgyhogy gondolom nagyon büszke rá. Hát szép, hogy ilyen kitartó, hogy ilyen nagy szerkezeteket tud építeni, de a reston rendszernél inkább az a lényeg, hogy okos legyen, nem az, hogy nagy. A pontok című, a pályán a szellemkönny a pont, több mint 64 darab van, keresd meg mindet. És igen, jól látjátok, 50 oldalas a könyv, hát a következő 48 oldal semmi, a legvégén pedig miért lapozol el idáig, te bamba? Ha. Checkpoint című, a pályán van checkpoint, ahogy továbbmész, úgy aktiválódik, így nem kell minden feladatot újra teljesíteni, ezzel a résszel vitatkoznék. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy, és igen, megint végig kell lapozzunk egy üres könyvet. A legvégén pedig valami fontosat akartam mondani, de elfelejtettem, bocsi, XD. Hibák című, a helyes írási, ezt a könyvet elég volt egyszer megnézni, a lényeg, hogy bocsánatot kér a helyes írási hibákért, meg a pályán lévő hibákért. Az ironikus benne az, hogy a helyes írási szót sem tudja leírni. Egy óra című, a map, meg egy liter water. Kb. Egy órása keveset rontasz. Igen, ez is 50 oldalas, a végén ez van, ha nem, akkor nem. Hát én már itt kezdtem lefáradni. Gondoltam, nézzünk meg még egy könyvet, értelem című és értelmetlenség van beleírva, és természetesen 50 oldalas. Ezt a point el lehet sütni egyszer-egyszer, de így, hát ez itt sok, nem, kész, nem is érdekelt a többi könyv. A terem egyik sarkában van egy időváltó, szerkentyű, berkentyű, mikenyű tű, és azt írja, hogy a reggel egy gyémántba kerül, ez tökéletes. Természetesen nem sikerült elsőre beledobni, másodikra már sikerült. Lássuk azt a fényes napot. Egy darabig vártam, és semmi. Oké, haladjunk, egy ajtó volt, mögötte szivacs, ezt ugye ki lehet ütni, a mögött pedig sárga gyapja, szintén ki lehet ütni. Egy kicsit nehézkes volt a kiütés, pedig nem szerverem voltam, nem tudom milyen rendszerek futottak a háttérben, meg villogtak, de akkor itt a szemléltetés, hogy igen, ezért érdemes spórolni a jelgenerátorokkal, már ha van a pályán. Odállt egy rakás nyomulap, ami elkezdi teleírni a csetet, közben teleportálás, még el se kezdtem olvasni, de már mindenhová repkedek. Na jó, nézzük a kiírást. Amikor kijössz levegőzni, megszólal a telefon, az egyik barátod, Honaz, ezt nem tudom, hogy kell kiejteni, de
akkor legyen Hon. Tehát Hon azt mondja, eljössz ma bulizni velem? Adam, azt gondolom én vagyok. Ja, jól hangzik, mikorra menjek, hol lesz? Hon, gyere 19.00-ra, így jó, igen. A városi discóba megyünk, mert ma 16-18 éveseknek ingyenes. Adam, jó, akkor nálad bulizunk, csá. Hon, csá. Csak azt nem tudtam meg a szövegből, hogy most hova a rákba kerültem. Nem baj, ajtó, menjünk be. Újabb kiírás, Hon, ne gyere be fogunk ragadni. Ne gyere be fogunk ragadni. Igen, központozás. Adam, így el nem jutunk a diszcóba. Hon, vagy talán mégis ezt a házat a bejáró nőmtől vettem, ő mindig azt mondta, a sütése bármit el lehet érni. Itt nem volt teljesen egyértelmű, jó, oké, sütni kell, de sok sütő volt, és nem voltam benne biztos, hogy mindegyikbe kéne pakolni, vagy csak az egyikbe, úgyhogy a biztonság kedvéért csak az egyikbe pakoltam. Aztán paranójából a többibe is pakoltam, de nem történt semmi, úgyhogy kivettem, de egy idő után kinyílt az ajtó, szóval valamit mégis jól csináltam. A terem másik végében láda, tele arannyal, könnyel, vibrátorral. A könnyekre azt írja, ezek nem pontok, nem számítanak. Köszi. Az aranyra pedig nem volt semmi utalás, nem tudtam, hogy kelleni fog-e, úgyhogy nem akartam tolvajnak tűnni, és benne hagytam. De menjünk tovább, újra aktiválódik a nyomólap, megint jön a szöveg. Ugyanakkor jön egy új szöveg, és elteleportálunk az új helyre. Arra sajnos nem gondolt a készítő, hogy összekeveredik a kettő. Tehát ugye mondja Jochna, hogy ne menjünk be, amire mi mondjuk, hogy nem jutunk el a diszkóba, aztán jön az új szöveg, így a terv tényleg bevált. Aztán Jochna ugye még a régi szövegben mondja, hogy a bejárónőtől vette, és sütéssel bármit el lehet érni, aztán folytatódik az új szöveg, akkor irány a diszkó, remélem több ilyen meglepetés nem lesz. Na de hol is vagyunk? Szembe egy ajtó, mellette Reston, mögöttünk pedig egy rakástábla. Két darab arany per fő, ha ketten vagytok, akkor akció, egy darab arany per fő, és kész, ennyi, nem lehet visszamenni, nincs nálam arany, nem volt semmi utalás, hogy én raboljam ki a barátomat és hozzam el az aranyait, a kezdőszobában nem volt, vagy nem találtam aranyat, tehát még azt se lehet mondani, hogy én marha, miért nem pakoltam ki a cuccos ládát, szóval ennyi. De nézzük a többi táblát, dob bele az aranyat, a többit ne vedd ki. Mégis kell fizetni, tegnap volt az akció, ha. Most kinevetnek? Hát ez nem valami szimpatikus diszkó. De tegyük fel, hogy volt nálam arany. Oda ment egy rakás lámpa és nyomónap, itt nagyon erősen imádkoztam, hogy ne fagyjon le a gép. Szemben valami emelvény, gondolom ez a DJ pult, vagy mi a repülőmalac. Nyomd meg fel a VIP-be, fél gömb. Van itt egy láda benne, Reston. Hát tanultam az előző esetből, szóval elvittem. Tényleg elteleportálunk a táncparkett fölé, egy tábla nocs. A diller hozzánk szól, hé, pszt, itt van a fejem fölött a cucc, próbáld ki, oké, mennyi lesz, 5 arany, elég olcsóv. Mivel még mindig nincsen aranyom, ezért nekem ingyen. Megint teleportálunk, vagyunk valahol, nem tudom, zombis tábla, aztán nyermény tábla, nyermény. Mi a rák az a nyermény? Aztán zuhanás, meghalok, és a pályán kívül éledek fel. Ennyi, gyerekek. Vége a mesének. Vagy 5 percen keresztül kerestem, hogy hol tarthattam, nem találtam meg. Nagy a pálya. Ennyi alapján nehéz véleményt mondani. Egyelőre érdekes. Tehát ilyen történettel még nem találkoztam. Nem tudom, mi sült volna ki belőle. Kíváncsi vagyok. Ez a megoldás, hogy így nem tudom, milyen szert használtam, aztán homályosan mászkáltam valahol, eddig jó, de egyébként tök felesleges volt ez a sok teleportálás. Tehát átmentem a barátomhoz, azt hiszem, aztán meg átmentünk a diszkóba. Szebb lett volna, ha van egy utca. Nem is egy egész város, csak ebből az egy utcából áll, és mászkálni kell, és nem össze-vissza rángat, az már érdekesebb lett volna. Egyébként azt tudom mondani, hogy hát javítsa ki a készítő, biztos elírt valami koordinátát, vagy nem tudom mit írt el, hogy mégsem volt sehol ilyen jackpont, amit az elején ígért. Javítsa ki, küldje el újra, és akkor végigviszem, ha tudom. Nézzük a másik pályát. A másik pályát Marton 552 csinálta, és az a címe, hogy Mapom most jól. Ami nagyon irónikus, mert az első dolog, amit megláttam, hogy kreatívban vagyok. Ilyenkor, ha jó hangulatban vagyok, akkor és le van írva a pályán, akkor átváltok arra a játékmódra. Egyébként maradok kreatívban. Hát így csináltátok meg, a
akkor így fogok játszani. Meg lehet oldani, tessék megoldani. Szigorú leszek, bizony. És nálam van pár tárgy, ami megmaradt az építésből. Szemben csak egyet és két kart tábla. Hát mivel kétszer van kiírva, akkor mind a kettőből egy, úgyhogy az két kart. Egy üdv feliratú tábla, alatt a láda, benne tárgyak. De ezekre úgysem lesz szükség, hiszen kreatívban vagyok. Szabályok, ne üss ki blockot, ne rak le blockot, csak a fehér gyapjút ütheted ki. A bábuktól ne vedd el a cuccot, a per game rule parancsot nem használhatod, szigorúan tilos, kövesd az utakat. Történet, ez a te házad, a feleségedet elrabolta a barátod, meg a karod bosszulni, segítek neked. Ajtólet van egy hatalmas poén, map by Zsédav. Ajtón túl pedig hehe, a mapot készítette Marton és barátai, igen, ez egy YouTube csatorna. Az első karakter, akivel találkozunk, az egy magas, jól öltözött creeper, gyere velem a bíróságra, mondja. Igaz, nála csak egy vaskard van, nálam pedig kettő, de mivel úgy sincs más megépítve a pályán, megyünk a bíróságra. Oda bent egy kisebb tömeg, meg egy tábla, ha meghúztad a kart, elvileg ki kell esnie, ha nem, kivehete. Ez azt jelenti, hogy ha nem esnek ki, akkor kivehetem. Nem esett ki, én meg elfelejtettem, hogy kreatívban nem lehet így kivenni, úgyhogy újra betöltöttem a pályát. Bűnös vagy, mert elloptad a haverod feleségét, de bíró úr, azt nem én tettem. Nincs semmi, de egy év börtön. Hehehehe. Kinevet a bíró. Úgy látszik, engem vádolnak azzal, amit a barátom csinált, de mi van a feleségemmel? Elvileg ő van ellopva. Ellopva, már én is így mondom, elrabolva. Ellopva. Tehát nekem van egy feleségem, aki most nincsen meg, mert el van rabolva, és valószínűleg a barátomnak is van egy felesége, aki szintén eltűnt, mert engem vádoltak meg azzal, hogy elraboltam. Valahogy ez így nem áll össze. Most mindenki megfeledkezett az én feleségemről, vagy mi? Ő is el van tűnve. Vagy mi? Most azt tudom elképzelni, hogy a barátom azt csinált valamit a feleségével, aztán elrabolta az enyémet, és akkor azt hazudta, hogy én raboltam el az övét. Nem értem, minek gondolkodom rajta. A bíróságot úgy építették meg, hogy az egyik falát ki lehet ütni, ugyanis fehér gyapjúból van. A rózsaszín út végén ott a börtön, az egyes cella a tied, menj, rohadj el a dutyiban. Az egyes cellában van egy láda, benne könyv, de ha becsukom a ládát, akkor kiteleportálok, nem valami biztonságos börtön. A könyv címe Vedd ki, kutass át minden szobát, még a börtönőrét is, figyelj a blockok nevére. Az egyik cellában az ágy alatt fehér gyapjú, lementem, és láva, öcsém, láva, komolyan börtön alatt láva, jó, mondjuk padlófűtés. A láva után kis folyosó, lépcső és a börtön tetején vagyunk, ahol szintén láva van, ez a plafonfűtés. Azt mondja, állj rá minden írre. Ha végigugráltunk, ha nincs meg a poti, vissza a börtönőrhöz. Őszintén szóval most szabadultam a börtönből, eszembe nem jutna visszamenni, hanem futni kell a nagy büdös semmibe. De jó, menjünk vissza a potiért. Íme a börtönőr szobája, tök üres, csak egy rakás ajtó van. Megvan a bájital, mivel kreatívban vagyok, végtelenszer használhatom, ki is használtam ezt a lehetőséget. Vissza a tetőre, folytatás, egy tábla a vedd be, ez a kap be finom változata. Jön valami ugrálós rész, aminek semmi értelme, mert a végén a földön van a lyuk. Meg azt sem értem, hogy most szabadultam börtönből, minek ugranék be egy ilyen nagyon mély lyukba, aminek ráadásul láva van az alján. Lent egy berendezett barlang, egy karakter, meg egy könyv, ami az apám. Hello, az apád vagyok, reméltem, hogy megtalálod a kifelé vezető utat, engem is dutyiba ártak, ennél viszont tovább nem tudok ugrani, remélem sikerrel jársz. Hagy találjam ki, az apámat is azért zárták börtönbe, mert ellopta a barátja feleségét. Ami azt illeti, megérdemli, hogy itt ragadt, ő is olyan hülye volt, hogy ahelyett, hogy elszaladt volna, leugrott egy lyukba. Itt van egy ilyen lávakerülgetős ügyességi rész, igazából nem értem, ez mit keres a föld alatt, ki rakta oda, miért rakta oda, egyáltalán hová vezet, sőt, van benne egy olyan rész, amikor a láván keresztül kell úszni, egyszerűen nem értem, mindegy, a lényeg, hogy a végén kijutunk. A nagy semmi közepén világító kő út, nyilván ezt kell követni, egy kis gombakerthez vezet, juss ki, nem mehetsz vissza, hát eszembe se jutott volna visszamenni. A gombák aljába rakott spannereket, de nem írt nehézséget, én pedig békésben voltam, úgyhogy hát ez így maradt. És az utolsó gomba tetejéről le kell ugrani egy lyukba.
Ennek mi a rák értelme van? Akkor mi nem vagyok végig a föld alatt vagy a föld felett? Miért jó az, hogy följövök, aztán leugrok, följövök, leugrok? Nem fogjátok kitalálni, de még ki fogok jönni a föld alól. Menj a varázslóhoz, tudja, mit kell tenned, hogy eljuss a régi barátodhoz. Láva kerülgetés, aztán gyapjúgyújtás. Tehát még mindig a barátomat szeretném legyegőzni, de most hol vagyok? Mit csinálok? Mi ez? Oké, a varázslóhoz tartok, de mi ez a hely? Miért vannak itt próbák? Megint csak próbák jönnek egymás után. Semmi értelme. Nem kapcsolódik a történetbe, a környezetben nem tudom mennyire, mert csak síkság van kint. Végén egy könyv, ami egy párbeszéd, de egyáltalán nem látszik belőle. Varázsló, hello, segítesz, mit? A barátom eltűnt, a vulkán mindent tud, menj el hozzá, ok, köz, cső. Tehát semmi jelölés, hogy névkettős pont, vagy gondolatjel, semmi. De megpróbálom értelmezni. Hello. Erre én mondom, segítesz. Ő megkérdezi, hogy mit? Én megmondom, hogy a barátom eltűnt. Ő megmondja, a vulkán mindent tud, menj el hozzá. Én meg megköszönöm, és elköszönünk egymástól. Mi az, hogy a barátom eltűnt? Még el se kezdtem őt keresni, mindjárt a varázslóhoz mentem, hogy el van tűnve. Még csak a lakásán se néztem meg. Na jó, menjünk tovább. És kint az erkélyen megint le kell ugrani. Nem gondoltátok volna, mi? Most, hogy kijöttünk, megint le kell ugrani. Spoiler veszély, most jön a kimászás. Egy tábla megengedi, hogy spawn pointot használjunk. És azt mondja, a barátod a városban ment, de sajna most ki kell ugrálnod, he. Na ezt a parkour pályát nézzétek meg. Nagyon durva. Ez megér valami epikus zenét. És igen, most, hogy kijöttünk, megint le kell ugrani. Aztán megint kimászás. Valami faluszerű képződmény. Itt segítened kell, ha segítettél, tedd a csillébe. Itt gyűlik a vas, amiből csinálsz egy csillét. Ide jönnek. Ebből a három táblából egy árva szót nem értettem, úgyhogy azonnal lementem a lyukba. Lent volt egy vas, meg egy barkácsasztal. Gondolom gyűjteni kellett volna még pár vasat és barkácsolni egy bányakocsit, de szerencsére kreatívban, sokkal egyszerűbben is lehet szerezni. Az utazás végén neki megyünk a fának. Tudtam, hogy visszajössz, hehe. Ez most ki, meg mi, meg hol. Biztos életre keltek a táblák. Itt lakik a barátod, de vigyázz a kutyáival. Szerencsére nem rakott le semmit. Itt van, öld meg, vagyis vágd le a fejét és ragd be a hopperbe. Kint egy kis parkour, mi más, mindenki ilyet épít a háza mellé. Ja, most derül ki, hogy ő csak az ikertesvére vó. Az igazi erre jörött a föld alá. Bizony, most, hogy kim vagyunk, megint vissza kell menni. Nem gondoltátok volna, mi? Azt nem tudom, hogy gondolt, hogy a jégen hogy fogok átmenni. Lent nyomólap és kvíz. Már meg se kérdezem, hogy hol vagyok, mi ez, csak haladjunk. Fussunk egy gyorsan a kérdéseken. Melyik sorozat Christopher Paolini műve? Ki a könyvnek a főszereplője? Mi a sárkányának a neve? Utána hajózás és egy rakás kerítés, amin kimászhatunk, lehet izgulni, hogy vajon lesz-e még visszaugrás. És igen, amint kimászunk, rögtön lehet is visszaugrani. Nagy sóhaj. Lent egy tábla, mit szeretnél tudni, és egy láda, benne egy másik bájital, ez az, most már két félét dobálhatok. Két választás van, hány testvére van még, és hogy lehet legyegőzni. És a válasz, parkour mapon. Yeah! Aztán jön a kihagyhatatlan kimászás, és utána az egydimenzióba ültetett fákon kell pattogni. Na gyerekek, most, hogy kim vagyunk, mi jön ezután, mit tanultunk? Igen, bizony, beugrunk egy lyukba. Sok ágy, itt az igazi lopoló. Lopoló. A lényeg, hogy most már jó helyen vagyunk. Itt a régi barátod. Nem haboztam, gyorsan leütöttem a fejét, aztán mentem tovább. És ugye utána, most jön a kimászás. Kiderült, hogy a barátod a mutáns szörnyek vezére, ezért most elszabadultak a szörnyek. Ü-i, az meg mi? Ütőirat? Oké, ütőirat nem lesznek mutánsak, mert ez a map 1.5-ben készült, csak most volt kedvem befejezni. Itt jön egy szoba, ahol választhatunk, hogy íjász vagy harcos szeretnénk lenni, én a harcost választottam. Kaptam felszerelést és valami harc jött volna, de még mindig békésben voltam, úgyhogy ennyi. Most akkor öld meg a mutáns szörnyek vezetőjének a feleségét.
Utána egy kis labirintus, aminek a végén ideje megidézni és megölni a főgonoszt. Semmilyen főgonoszról nem volt szó. Elvileg a barátom volt az, miatta indultam el, sőt, még pluszba a feleségét is legyegőztem. Ez a terem arról szól, hogy idézzünk meg egy vidört, és győzzük le. Nem tudom, valahogy semmi értelme ennek. Ez most hogy, ki, mi, miért? Megint csak egy rakás kérdés termelt. Menjünk tovább. Ez itt sikrül, het-he, ügyes vagy gyorsabbna kell lenni, mint. Köszönjük. Mint utána kiderült, versenyt kell futni egy reston jellel. Nézz körül, mert ez egy híd és ez egy vár. Van itt egy vége előtti című könyv, ebben a várban van a csoda TNT és fel kell robbantani, de ki kell állnod négy próbát és azután kivehetsz egy szikla jobb oldalából egy gyújtót, amivel meggyújtod a gyapjút, ha robbant elolvashaton a másik könyvet is, amit majd ott kapsz még. Hol vagyok? Miért vagyok itt? Mit csinálok? Miért csinálom? Megint csak egy rakás kérdés, hogy kapcsolódik ez az előzőekhez? Olyan, mintha csak még mindig csak véletlenszerű feladatok jönnének. Hiába volt valami történet, próbálkozás, valahogy nem tudta tartani. Hát nem tudom. Bent négy gomb van, sorba kell velük haladni. Kettőben parkour van, egyben labirintus, az utolsóban pedig néhány kombinációs zár. Igazából szerintem ezeket felesleges megmutatnom. Felesleges róluk bármit is mondanom, nem különlegesek, biztos sokat láttatok már, ha mégsem, nézzétek vissza a korábbi darálókat. Ha minden megvan, akkor van még egy Vége című könyv, köszi, hogy kivitted, Map, Bye, Marton és barátai, meg egy liter water. Nézzünk egy mérleget, pozitívumnak igazából azt tudnám mondani, hogy érdekesen indult, de tényleg, az elején még egészen benne voltam a hangulatban, hogy na szabadítsuk ki a feleségemet, meg álljunk bosszút a barátnőmön, ó, de engem zártak börtönbe, szabaduljunk ki és onnan álljunk bosszút. Még egészen magával ragadott, egészen addig, amíg ki nem szabadultam a börtönből. Innentől kezdve igazából nem értettem a helyszíneket, hogy miért vannak ilyen próbák, és ez igazából az egyik negatívuma, hogy csak próbák jöttek egymás után, se a történethez, se a környezethez nem kapcsolódtak, a szokásos próbás játék volt, próbás pálya volt. És a másik negatívum ezek az értelmetlen fordulatok. Most legyőztem a főgonoszt, most győzz le egy másik főgonoszt, aztán egy harmadik főgonoszt, de miért, hova, mi a motiváció? Aztán pedig egy vár és TNT-t akarsz robbantani, szóval az egész olyan véletlenszerű volt valahogy, nem éreztem én egységesnek. Köszönöm, hogy néztetek, a kézikönyv óvjon. Drágám, kész a vacsora!